Engedjék meg, mint a választási bizottság elnöke, elsőként köszöntsem és szívből gratuláljon dr. Hörcsik Tihár képviselő úrnak, országgyűlési képviselőnknek, és tiszta szívből köszöntöm, és kérem, vegyél tőlem megbízó levelet. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Sinka Lászlóné a választási bizottság elnöke dr. Hörcsik Richárdot, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 5-ös számú egyéni országgyűlési választókerület képviselőjét, a 2014-es parlamenti választások nyertes politikusát. A választókerület vezetője szerint munkájukat új jogszabályi környezetben és duplájára nőtt területen is megfelelően tudták végezni. Ehhez szükséges volt a 98 településsel és a 152 szavazóköri bizottsággal tartott folyamatos kapcsolattartás és a pontos munka. Azért is nehezebb volt ez a választás, mert mint elhangzott, új jogszabályokat kellett alkalmazni a választások során, és ezek a jogszabályok, bár voltak hasonló szabályozások a korábbi jogszabályban is, azonban nagyon-nagyon sok volt a változás, és nagyon-nagyon sok volt az, ami minimálisan változott, tehát nem lehetett a régi rutinra, a régi gyakorlat alapján végezni a munkát, hanem csak az új jogszabályok alapján. Munkahelyteremtés, úthálózat fejlesztése, a lemaradó települések felzárkóztatása, turisztikai attrakciók növelése. Számos feladat áll a képviselő előtt a következő 4 évben is, akinek 1998-tól folyamatos a parlamenti munkája, 5. ciklusát kezdi meg egyéni képviselőként. Hörcsik Richárd a mandátumátadón azt hangsúlyozta, közös munkára számít, és az eddig elért eredmények folytatását szeretné. Úgy érzem, hogy jó úton vagyunk, hiszen 3-4 hónap múlva megnyílnak azok a pályázati lehetőségek, amikre pályázni szeretnénk. Tehát az elkövetkezendő 4 évben az uniós pályázatok megnyerésére kell fókuszálni. Én munkatársaimmal azon dolgozom, hogy elsősorban a vállalkozókat szólítsuk meg, másodszorban pedig az önkormányzatokat. Az önkormányzatoknál a szociális munkaprogramot szeretnénk továbbfejleszteni, egyfajta saját lábon állás felé, vagyis szociális szövetkezeteket szeretnénk létrehozni, hogy az a vállalkozás, ami jelenleg állami finanszírozású, az önellátó legyen, és majd a munka világába tudjon visszatalálni az a polgár, aki most dolgozik. Ebben a parlamenti ciklusban a képviselő 2 tájegység 98 településének érdekeit képviseli majd. Munkája kapcsán kiemelte, a következő 4 évben a zempléni és az abaúji területek szorosabb együttműködésére számít.